Székesfehérváron az egykori alsóvárosi zarándokhelyen, az őrhalmi szőlőknél Vida Pál hegymester kezdeményezésére 1902-ben közadakozásból állítottak feszületet a környéken lakók plébánosuk támogatásával. A több mint 100 éves szakrális emlék Kocsis Balázs szobrász-restaurátor munkájának köszönhetően újult meg. A Szőlő utcai keresztet Spányi Antal megyéspüspök ünnepség keretében szentelte meg, amelyhez a hagyományokat felelevenítve a Prohászka és a Maroshegyi Szent Kristóf templomtól mintegy 100 zarándok érkezett, imádkozva, énekelve. Azok a keresztek, amelyeket őseink hitből állítottak utak mentére, azokra a hegyekre, amelyeken az ő munkájuk volt, például a szőlőhegyeken a szőlőtők az Isten áldását kérték. Azt akarták, hogy Isten nevébe érkezzenek, Isten nevébe távozzanak az emberek, és hogy a munkájukon legyen az Istennek a jelképe. Az Isten szeretetének a kereszt a legerősebb jelképe és szimbóluma. Ennek a keresztnek is itt ebben a városrészben ezt a szeretetet kell hirdetni, ezt az önzetlen szeretetet, amelyben nem magunknak akarunk emléket állítani, hanem akarunk emléket állítani az Istennek arra a szeretetére, amellyel körülveszi az embereket, és amellyel elkísér bennünket életünk útján. Szívből kívánom, hogy ez a kereszt erre emlékeztessen és erre figyelmeztessen mindjárt, amíg csak áll, reméljük, évszázadokon keresztül. Dr. Cserpalkovics András polgármester, aki együtt érkezett az zarándokokkal, köszöntőjében nem csak az összefogás fontosságát emelte ki, hanem hangsúlyozta, hogy a város ismét egy újjáélet közösségi térrel gazdagodhat. A polgármester elmondta, hogy a felújítási munkák során találtak egy levelet egy üvegben, amelyben azoknak az egykori fehérváriaknak az üzenete állt, akik állították a keresztet. Természetes volt, azt gondolom, hogy megnyilvánult az az összefogás, ami akkor is megnyilvánult, amikor állították, hiszen közadakozásból állították 1902-ben, és most is nagyon sokan akár pénzzel, akár egyéb támogatással, akár pedig kétkezű munkával járultak ahhoz hozzá, hogy a Szent István emlékév keretében talán annak alapvető céljait is szolgáló módon ez a kereszt most felújításra kerülhet, és milyen érdekes, és talán visszaigazolása is ennek a törekvésnek, hogy a felújítás közben pedig rálelhettünk arra a levélre, amit pedig azok írtak, azok vetették azokat a sorokat papírra, és helyezték el a kőkereszt alatt, akik állították annak idején ezt a kőkeresztet. Milyen érdekes, hogy most ezt megtalálhattuk. A múzeumban mostantól kezdve eredetiben ez megtekinthető lesz, és annak a másolatát, és most pedig egy új üzenetet 2013-ból elhelyezhettük itt a keresztövében. Mészáros Attila önkormányzati képviselő és Tóth Tamás esperes két évvel ezelőtt határozta el, hogy megmentik az eddig méltatlanul elfeledett keresztet és környékét. A kezdeményezést Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzata, a Székesfehérvári Egyházmegye és sok önkéntes támogatta. Azt gondolom, hogy alsóváros területének ez egy kiemelt központi közösségi tere. Volt az elmúlt időszakban, hiszen nagyon sokan látogatták ezt a keresztet, és két évvel ezelőtt, amikor Tóth Tamás atyával kijöttünk ide meglátogatni, akkor elterveztük, hogy ezt mindenképpen fel kell újítani, hiszen az elmúlt évtizedekben erre nem volt lehetőség, és azt gondolom, hogy egy nagy szép összefogás keretében sikerült is felújítani a keresztet és környékét, és így most már, aki szeretne, akár délelőtt, akár délután, akár este is kijöhet, kilátogathat, imádkozni, beszélgetni, leülni és kicsit gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos programpontja lehet, és van 2013-ban a Szent István emlékévben, úgyhogy én örülök, hogy sikerült az emlékév kereteiben felújítani ezt a keresztet. A kereszt megszentelését követően a 2013-ban élő fehérvári polgárok is hagytak üzenetet a jövőnek. Spányi Antal megyéspüspök, dr. Cserpalkovics András polgármester, Tóth Tamás esperes és Mészáros Attila önkormányzati képviselő közösen helyezték el az időkapszulát. Az üzenet az 1902-es keresztállításkor elhelyezett levél másolatát, egy 5 és egy 10 forintost, valamint egy 2013. szeptember 22-én kelt levelet tartalmaz.